érdekes, hogy Mirel González aztán bent ragadt a világbajnokság után, de mondjuk tényleg Cabral Barbosa már nincs, Carmen Martin már nincs, pedig ők még a VB-n ott voltak. Igen, igen, és valóban nincsenek olyan nagyon-nagyon top csapatból, talán a Vipersből van az irányító hölgy itt, de mégis egységesek. Én amit szeretnék kiemelni, hogy talán fizikummal vagyunk partiba velük azért, ez nem egy francia csapat, nem egy dán csapat, ahol ugye sokkal magasabbak, sokkal erősebbek az ellenfelek. Én szerintem a spanyolok azért tudunk jó mérkőzéseket játszani, mert hasonló paraméterekkel rendelkezünk, talán meg egy picit gyorsabbak is vagyunk náluk. Na hát rövidesen meglátjuk, hogy ez tényleg a pályán is megmutatkozik-e, hiszen jön a mérkőzés, a Magyarország-Spanyolország összecsapás, női kézilabda Európa-bajnok is selejtező, Varga Ákos lesz a kommentátor, Ferling Bernadett a szakkommentátor. Jó szurkolást kívánunk, hajrá magyarok! A műsor közvetítését támogatja a német Liquimoli kenőanyag és adalékgyártó. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, kedves nézők! A szintén 100%-os spanyol válogatott ellen folytatja Európa-bajnoki selejtező szereplését a magyar női kézilabda válogatott, az ellen a spanyol csapat ellen, amely a hazai világbajnokságon decemberben remekül szerepelt és egészen az elődöntőig jutott, talán akkor is átírva az esélyeket. Most pedig a mieink próbálják meg majd valahogy átírni az esélyeket és javuló teljesítményt nyújtani a spanyol csapat elleni két mérkőzésen. Ez, ahogy Golovin Vladimir kapitánytól hallhattuk, elsősorban a védekezésen lesz majd talán lemérhető. Mit kell figyelnünk elsősorban a védekezésben, hogy észrevegyük, ha előrelépést látunk a VB-hez képest? Ferling Bernadettől kérdezem, akivel együtt nézzük a meccset. Szia! Köszöntök én is mindenkit. Hát amit a szövetségkapitány is mondott, hogy sokat gyakoroltak az egy-egy elleni védekezést, amiben nagyon le voltunk maradva szerintem decemberben a többi csapattól, vagy inkább úgy mondom, hogy látványosan gyengében csináltuk, még annál is, mint ahogy mi szoktuk, úgyhogy abban feltétlenül előre kell, hogy lépjünk, és szerintem előre is fogunk, főleg így, hogy külön hangsúly volt rajta, és hogyha már abban tudunk javulni, akkor utána pedig sokkal jobban össze tud majd állni a komplett védekezés is. Hát vannak most is új emberek, ugye, akiket próbálkoznak, elsősorban a hármas pozícióra keressük az embereinket. Keressük, és ugye változott is a keret, Tóth Eszter és Szabó Lara nincs a keretben, Bíró Blanka kényszerűségből, sérülése miatt hiányzik, úgyhogy a magyar válogatottnak is megvannak a maga problémái, de ezek a problémák egyben lehetőségek is több fiatal játékos számára, akik közül ma akár Kucora Csenge be is mutatkozhat. Thank you.
amivel készültek a szervezők. Kedves nézők, az új multifunkcionális tatabányai csarnokban ez az első válogatott mérkőzés, a női válogatott mutatkozhat be. Tehát itt ebben a létesítményben, és erre mintegy 4000 néző érkezett is. Köszöntésekkel indul a találkozó. Faluvégi Dorottyát 25. válogatottsága alkalmával köszöntik, csak úgy, mint a világbajnokságon talán csapatunk legjobb és legeredményesebb játékosát, Vámos Petrát. 75-szörös válogatott lett a VB szülősi Zácsik Szandra. Horváth Gabriel a főtitkár, őt ebből az alkalomból üdvözli. És a 2021-es esztendőben, amelyen ugye olimpián és világbajnokságon is járt a magyar válogatott, Márton Gréta lett az év játékosa, neki Kirchner Erika alelnök adja át a díjat. Na, jó volt a reakciókat hallani ezzel a hírrel kapcsolatban, amikor megtudtuk, hogy Márton Gréta lett az év női kézilabdázója, de ez szinte egyszerűen mindenki egyetértett ezzel a döntéssel, és úgy fogadta, hogy remek döntés volt. Nagyon gratulálunk neki, mi is tényleg megérdemli ezt a díjat. Itt a magyar válogatott összeállítása a mai mérkőzésre. Ugye a 22-es kerettel kezdte meg a munkát a héten Golovi Vlagyimir, és közülük ez a 16 játszik a mai találkozón. Sacli Nadin lesz a csapatkapitány, van nagy visszatérőnk Hornyák Dóra személyében, aki szintén egy EB-selejtező 4 éve volt utoljára válogatott, és akár újoncot is avathatók, hiszen Kucora Csengye, a Vácia legeredményesebb bajnoki, illetve nemzetközi kupa játékosa itt van először pályafutása során a válogatottban, ifjúsági Európa, illetve junior Európa bajnok ő is, mint mondjuk klubtársa Kácsor Gréta is. Igen, neki volt egy elég komoly sérülése, térsérülése, ami egy picit hátráltatta az ő fejlődési ívét, mert hogy egy óriási tehetség volt már, amikor a junior VB-t nyerték akkor is, és mindenki gondolta, hogy egyenes útja lesz a felnőtt válogatottban. Hát nem lett túl egyenes szegénynek, egy picit volt benne egy-két kanyar, igen, meg jó sok nehézség, de itt van, úgyhogy gratulálunk neki ez az első mérkőzéshez, megdolgozott érte, azt hiszem, hogy itt lehessen. Itt a spanyolok keretét is végignézhetjük, eléggé stabil azért ez a keret. 14-en itt vannak a VB elődöntős csapatból, és 11-en még abból az együttesből is, amely 2,5 évvel ezelőtt világbajnoki döntőt játszott. Na de az a néhány, aki nincs, az nem akárki, ugye Barbosáról, Carmen Martiról, vagy éppen Nerea Penáról van szó, akik mondjuk úgy, hogy a legjobb játékosai ennek a spanyol válogatottnak. Igaz, a jövőt már lehet, hogy nem velük képzeli el a szövetségi kapitány José Ignacio Prades, aki nincs itt a válogatott, a vesemütétje után még lábadozik, úgyhogy nem vállalta a magyarországi utazást. Így hát segítője Imanol Álvarez, illetve Veronica Cuadrado irányítják a spanyol válogatottat ezen az összecsapáson. A két játékvezetőnő Montenegróból érkezett, Ujjácsics, illetve Casanegra. És piros mezében a magyar válogatott kezdheti meg a mérkőzést. A kezdő csapatunkban semmi meglepetés sincsen. Vámos, Zácsik, Kluiber, Lukács, Bordás és Márton, mintha még a világbajnokságon látnánk a csapatot. Igen, és hát a spanyoloknál jöhetnek, mehetnek a játékosok, és változhatnak a kezdő csapatok, de szép dolgok, de Navarro a kapuban egy állandó pont most már nagyon-nagyon hosszú idő óta. Lassan a 250. válogatottságát is eléri Silvia Navarro, de nem tudta védeni szőlősi Zácsik lövését, így magyar góllal indul a találkozó. És úgy kezdjük a meccset, hogy nem cserélünk támadás és védekezés között, ezen meglepődjük. Hornyák Dóra azért itt van a pad elején, tehát bevetésre készen áll, valószínűleg azért ez a csere meg fog történni előbb-utóbb, de igen, valószínűleg az a terv, hogy először így megpróbáljuk csere nélkül megoldani a dolgot, de most már be is jött, tehát ez csak azért volt, hogy nem tudtak gyorsan cserélni. Ez viszont nem meglepő, ez a 2-3-as egyáltalán, hiszen ők Debrecenben is így védekeznek ebben a szezonban, és nagyon jól is védekeznek így együtt. Reméljük, itt is így lesz. És egy újabb debreceni Vámos Petra segített nekik ebben. Kluiber teszi már tovább a labdát. Ugye a világbajnokságon még egy debrecenivel, Planétával próbáltuk ott középütt stabilizálni a védekezést.
Mártonig megy le a labda, és ahogy Márton Gréta azt szokta, nagyon biztos kézzel lövi be az első helyzetét. Itt a labdaszerzés Vámos, és a túlpassz is az irányítói. Szépen végig húzták, és egy nagyon tiszta helyzetet alakítottak ki Márton Grétának. Pedig maga biztosan belőtte. Azért ez onnan a jobb oldalról indult ez a húzás, tehát dicséret illeti az egész sort, aki fent volt itt a lerohanás végjátékában. Mireia González és Lara González játszanak össze, őket egymásra kellett kicserélni a VB-n, amikor Lara megsérült, és Mireiát úgy hívták be a keretbe. Ez pedig egy 2 perces kiállítás lesz. Bordás megy ki. Jönnek, mennek a beállók a magyar válogatottban, elképesztő sokat használunk a közelmúltban, de úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak alapján Bordás az állandó. Most éppen ugye Elembai van ott azok közül, akik korábban voltak, aztán megint nem voltak. Igen, remélem nem veti ez most vissza ez a 2 perc abban, hogy ilyen keményen védekezzen továbbra is. Kicsit szigorú volt az ítélet, bár megadható volt természetesen, de nagyon keményen kell a spanyolokkal bánni ezen a mai meccsen, hogyha nyerni szeretnénk. Jennifer Gutierrez Bermejo lövi az első spanyol gólt. Elég gyorsan kihasználták az emberelőnyüket. A spanyol csapat egyik Bajnokok Ligája játékosa, összesen 2 van az egész keretben. Gutierrez a Borussia Dortmundban szerepelt a BL-ben, a Ferencváros elleni meccseken 2, illetve 1 gólt szerzett, összesen 28-at. Egyébként, ha a BL gólokat ebben az idényben összeadjuk, a spanyol játékosoknak 37, a mieinknek 282 BL góljuk van. Ez alapján, azt is mondhatnánk, hogy toronymagas favoritok vagyunk, de ez azért nem egészen így. Most egy újabb beállót láthatunk, Elembai Fannit, ugye a Vác csapatából. Amíg a kiállítás van, addig ő tölti be ezt a szerepet. Passzívig játszunk, és Vámos kiharcol egy újabb szabad dobást. Az óra. Cseverria takarít. Zácsik. Kell lőnie, Silvia Navarro első védése. Ő is, és Castellanos kapustársa is 36-36%-kal védett a VB-n, ami jónak mondható, top 10-ben védett mind a két spanyol kapus. Mireia González pedig egy hatalmas folyosón sétál be, és kiegyenlít. A 100. válogatottsága a mai, ebből a spanyol keretből 4. éri el ezt a kerek számot. Ő volt az, aki egy idényben Érden is, Győrben is megfordult Bajnokok Ligáját, bajnoki címet, és még bronzérmet is nyert, majd aztán a Siófokkal még az EHF kupát is begyűjtötte egy évvel később Magyarországon. És ezt a gólt pedig nagyon könnyedén szerezte. Mint ahogy Vámos Petra is. Igen. Szerencsére van rá válaszunk. González. Cesáreo befordul, elengedtük. Inkább, mint hogy hetes legyen. Janurik kezdett a magyar kapuban, eddig nem sok szerencsével. Ő az olimpián volt ott, Janurik Kinga a világbajnokságon a pozitív tesztjei miatt nem vehetett részt. Zácsik megy föl, és durrad kapu mellé. 5 perc után akár át is veszíti a vezetést a spanyol csapat. Szerencsére Kluivert labdát szerez. És megy a jobb szél, Lukács üti le, és lövi be. Ez az, ami hamar összeállt. A gyors lefordulásaink, akár gyors középkezdésből is, Golovin mester azt mondta, ezzel volt a leginkább elégedett a VB tapasztalatait levonva. De hát ahhoz, hogy ezek működhessenek, labdaszerzések, védések, jó védekezés kell. Így van, meg óriási önbizalom, hogy abból aztán gyerünk rohanni előre. És most láthattuk, ez egy picit döcögött még ez a lerohanás, de azért ne legyünk elégedetlenek, gól lett a vége.
De ez valóban lehet egy fegyverünk, hiszen gyorsak az embereink. Mireia González szerezte meg az újabb gólját. És hozzá is vannak szokva a gyors tempóhoz, úgyhogy ezt itt bátran kell alkalmazni. Cesáreo faltolta meg Kuiber Ketrint. Pépén legjobb játékosunk volt addig, amíg meg nem sérült, de aztán nem tudott úgy segíteni. Eléggé kényszerpályára kerültünk ugye a harmadik mérkőzés után. Márton. Vámos. Kordás jól mozdult el, nem jött a bejátszás. Vámos cselezne visszafelé. Szabad dobás és egy sárga lap. Lara González. Igen, még egy picit visszafogottak vagyunk a sablon figurákat, azt elindítjuk, meg jól játszunk. Egyedül Vámos Petra az, aki belemer egy kicsit variálni és kreatívabban befejezni esetleg egy-egy mozgást, illetve most Kulber Petra, most meg is van az eredménye. Úgy bizony, kifelé remekül ment el, és megint megvan a labda. Most Márton lóg meg. Így van. Gól! 6-4-2-vel. Lépünk el újra. 3-3-nál támadhatott a vezetésért a spanyol csapat. Onnantól labdákat szerzünk. Könnyű gólokat lövünk. És mi vezetünk 2-vel. Lara González kerülte meg szép lábmunkával Kluiber. Fernández. Visszavág. Erről ez az egy elleni védekezés. De azért egy faltra mindenképpen jó kell, hogy legyen Bordás. A 9-esi kilép. Igen, hát erre ment ki a játék, ahogy szokták mondani, hogy egyedül hagyják ott középen Bordásékával az irányítót, és ezt jól meg is csinálták neki, illetve szépen befejezte. Márton megint. Remélhetőleg tanultunk belőle, és nem tudják majd még néhányszor eladni ezt. A decemberi VB-n az első 5 mérkőzésen nem hagyott ki lövést. Úgy jutott el 13 vagy 14 gólig, mire először hibázott a tornán. Jó a blokkunk. Bordás. Első befutással operálnak a spanyolok, és eljut a labda Cesáreóig, de ő már belül. Most jó védekezés volt, nem tudott eljutni szabályosan a beállóhoz a labda. Szépen körülvették, talán ketten is, igen, itt láthatjuk, hogy tudtuk, hogy mi fog következni. Jobb lábával lépett hátra a Berabera játékosa. Előző két világbajnoki csapatban ott volt, és akkor most a pályán kucor a csenge. 114 gól a bajnokságban, 52 az Európai Kézilabda Ligában, még akkor is, hogyha azért igen csak szerényen szerepelt a Vác csapata. De a legeredményesebb volt ott is. Zácsik. Most éppen egy alkalmas időszak arra, a meccsen belül is, hogy a fiatal irányító egy picit szokhassa a légkört, vagy átessen itt az első nehéz perceken. Cesáreo kiállítása, amit Kuiber harcolt ki. Berelőnybe kerülünk. Talán itt most egy kicsit nagyobb hely lesz, fel tudjuk gyorsítani a labdát, a játékot. Zácsik, nem így. Lukát sem tudta megmenteni. Sajnos 10 másodperc alatt elpackáztuk ezt az emberelőnyt. Pedig meg volt a helyzet, szélre kellett volna kijátszani. Szerintem, hogyha Szondra felugrott volna, akkor jobban, vagy jobban felugrott volna, és jobban lövő szándékkal ment volna a kapu felé, akkor észrevette volna, hogy a jobb sarokban ott van Lukács Vita.
10 perc eltelt, hogy működik eddig az a védekezés, amire figyelnünk kell, itt látsz. Vannak hibák, ugye, most is látjuk, hogy vannak sajnos a hibák, viszont szerintem egyébként úgy egészen jól néz ki ez a sor, meg van a megfelelő keménység is, bár természetesen ezen is lehet még mit variálni. Azért az jó, hogy az ellenfélnél nincsenek itt az a három játékos, akit felsorolta az elején, mert azért velük jobban meggyűlne a bajunk. Fernández ugye, aki a leggyorsabb és legagilisebb játékos a spanyol csapatnak, ő azért most még így él a meccs elején, de ez nem biztos, hogy végig így lesz majd. Gutierrez pattintotta be a megítélt 7 méteres Szemerei kapujába. Így nem tudott egy 7-es bravúr védéssel bemutatkozni. Pucora. Márton. Zácsik. Rüber, most a másik szél, Lukács, ez szép játék volt. Szép volt, igen. Ürelmes, pontos. Igen, és az első, ugye, amit szerettünk volna, első szándékból egy figurát, és azt befejezni, annak Márton Gréta lett volna a befejező embere, ez nem sikerült, és az mi nagyon jó, hogy nem álltunk meg, és nem csúsztunk szét ettől, hogy rögtön nem volt helyzet, hanem nagyon szépen kijátszottuk a túloldalra. Echeverría. Gutiérrez. Mireia González. Fernández. Berakja a beállónak. És az első védés, Janori. Egy beálló zicser Hernándeznek. El lehet lépni hárommal, el is lépünk hárommal. Zácsi. Itt van, mi is jól játszunk egyébként, a támadásban egy az egy ellen, így abban nincsen hiba. Gyönyörű védés volt, nem a kapusokról szólt az első bő 10 perc, de Janorik itt ezzel az ittszer védéssel sokat segített, és értünk is az eséllyel. Mireia González lelassította a blokk, Janoriknak ez is megvan. Kucora. Zácsik lendülettel. Nincs fújás. Hát ez azért lehetett volna egy faltot legalább lefújni. Mára González-től is ott elveszik a labdát. Lukács elől. Ebből is jól jöttünk most ki. Elég pacifántos pillanatok voltak. Viszont a magyar csapat feltalálta magát, 10-6-ra ellépett, és így Spanyolország kikéri az első idejét. Nézve így a lassításokat, azokat a könnyű gólokat, amiket tudtunk szerezni, és szerzett labdákból, elsősorban spanyol hibákból sikerült. Itt most ugye technikai hiba, de volt már 2, amikor nekünk passzoltak. Jól reagáltunk rá, de ezek azért nem annyira kikényszerített hibák, mint gondolsz el. Éppen ezt akartam mondani, hogy nagyon jó ezen a meccsen eddig, hogy hibázik a spanyol csapat, mi pedig gyorsan kihasználjuk ezeket a hibákat. Azért ebbe elég sokszor beleszaladtunk az utóbbi időben fordítva éppen, hogy mi hibáztunk, és azt az ellenfelek könyörtelenül kihasználják, és most ezt jó látni, hogy mi vagyunk a könyörtelen, úgymond könyörtelen ellenfél, mert lecsapunk ezekre a labdákra pillanatok alatt, hogy kikényszerített vagy nem, az most ilyen szempontból nem annyira lényeges, a lényeg az, hogy gólt tudunk belőle lőni. Kicsit olyan hitehagyottnak tűnik most ez a spanyol csapat, remélem, hogy keményen fogunk védekezni, és nem adjuk meg nekik azt a lehetőséget, hogy magukra találjanak. Mert egyelőre úgy néz ki, hogy jobb paszban vagyunk sokkal, mint ők. Ornyák ért hozzá lábbal a labdához, de próbálta ezt eltitkolni, Silvia Navarro védi Lukács helyzetét.
belső sort cserélt a spanyol együttes, jött a VB egyik nagy felfedezettje az ifjú Arcos, jött Arderius, és jött jobb átlövőbe Espinola is, a gólt viszont a jobb szélső Echeverría szerzi. Igen, látszik, hogy a spanyol kapitány sem volt elégedett a csapata játékával, úgyhogy kicserélte elég szépen a csapatot. Náluk is vannak azért fiatalok, Marcosék alig 20 esztendősek. Háfra első megoldása nem jó. Navarro indítás, Echeverría, elaludtunk kicsit. Ezt ha jobban figyelünk, akár el is vihettük volna. Pillanat alatt 10-8. Ja, próbáljuk kiszorítva ott jobb oldalon most, a második vagy harmadik befejezést Navarrónak. Hát oda, az oda rövid, de nem nagyon fog bemenni, csak ha hibázik egyet, mert ő azt jól fogja. Náfra megint, ez már egy hetesre jó. Náfra jobb átlövőben kap lehetőséget. Ugye a világbajnokságon Kluiber sérülése után jóformán csak ezen a poszton játszott. Nem is minden mérkőzésen ment ott neki. Voltak azért nagyon jó meccsei. Például az első és az utolsó, de máskor meg nem. Most mégis ott kap először lehetőséget. Kluiber lövi a hetest, Castellanosnak. Lába mellé. Negyed óra után 11-8. Ezért pörög rendesen a gólszámláló. Igen, elég sok gól. Jó kis meccs, tehát így akik kijöttek ide a csarnokba, meg gondolom, akik tévén nézik, azoknak is élvezetes, amíg meg hárommal vezetünk, addig meg pláne. Hát a Noém egyébként ugye jobbkezes, és úgy játszik jobblövőként, úgyhogy balkezesek szoktak ott játszani, de ennek is megvan azért az előnye, hiszen sokkal jobban ki lehet húzni mondjuk jobb szélre a labdákat, és mivel nekünk kiváló jobb szélsőink vannak, ezért ez lehet egy jó dolog. Illetve ahogy láttuk is most kétszer egymás után tőle, ott azért egy húzással egy jobbkezes nagyon jól be tud bújni az egyes-kettes között, csak a lövéseket kell pontosabban befejezni. Espinola durrant jócskán a kapu fölé. A légiósok közé tartozik ebben a spanyol csapatban, a Neckar Sulmer játékosa. Láncsik és Háfra között nincs meg az összhang. Megint Echeverría, az igen, ezt azért nagyon szépen csinálta. Hát ez gyönyörű gól volt, igen, nem kapott egy tökéletes indítás, de nagyon szépen megoldottam. Pontosan érezte, hogy nincs már ideje leesni, csak az egyik lábát tehette le, mert különben beesett volna hatoson belőre, és egy szökelléssel fél lábról tökéletesen fejezte be, ez bravúr volt, Carmen Martin se. Igen, ezt meg ő se csinálta volna jobban. Csinálta volna jobban. Zácsik, most megy le a labda a szélre, Lukács, nem volt a legpontosabb. Egy ütemmel később érkezett ez a labda oda jobb szélre, mint kellett volna, de még így is jó volt, és Lukács szépen megoldotta. Espinola középre Arcosnak. Későn sípolnak bele. Bordás állt a spanyol elé. VB volt a legjobb, vagy az első nagy tornája Arcosnak a felnőtteknél, és fantasztikusan jól játszott. Többször volt a meccs embere a spanyoloknál. Most Háfránál harcol ki egy hetest. Első 7 meccsét 1-1 megnyerte a világbajnokságon a spanyol válogatott, így jutott a legjobb 4-ig. Igaz, azért házigazdaként ugye a sorsolásnál lehetősége volt csoportot és ágat választani, úgyhogy nem kerültek a legnehezebb irányba vagy ágra, és a nehéz súlyú ellenfelettel a 4 között már nem bírta. Szemerei sem bír most ezzel a hetessel, Gutierrez a harmadik gólját lövi. De még ott a 4 között is nagyon szépen helytálltak. Ez látszott azért a spanyol csapat egy nagyon
lendületes és nagyon érzelemdús csapatnak számít. Nem ez a mostani egyébként, most még egy picit be kell, hogy melegedjenek, de ott a VB-n hazai közönség előtt azért ők ott beleadtak mindent. Ez látszott rajtuk, volt köztük, akinek az volt talán az utolsó versenye, úgyhogy jól sikerült nekik mindenképpen. Zácsik durrantott felé. Espinola ki a szélre. Hetes. A Sacot még ki is állítják 2 percre. Oldal lépésért, alá lépésért. Sacot és Hanuvéni most már a magyar csapat 2 célén. Levágta a 6-ost. Sacot, és itt talán miután elugrott már mellett a szélső, akkor tolta egy kicsit látványosabban a csípőjét a kelleténél. Ezt is belövi Gutierrez. 12-11. Megint lőnek gyorsan 2-t. És megint ember hátrányban vagyunk. Soledad López jött meg náluk. Zácsik megy meg náluk, és nincs. Most ezt így. Hetes. Főleg az előbbi után nem annyira lehet érteni, hogy miért nem volt 7 méteres. Zácsik szemben nagyon jól megtalálja ott a helyeket középen. Remekül tudod oda becselezni. Ezt továbbiakban is folytatnia kell. Áfra. Passzívnál vagyunk. Vámos botlik el. A síp most jól jött. Áfra. Visszafordul. Újabb szabad dobás. Van, telik az idő legalább a kiállításunkból. De már sok passzunk nincs. Igen. Ez már nem is fér bele. Fél perc a spanyol ember előnyből. Kapufára lövi Arderius. Most megköszönhetjük neki, mert elég könnyen beengedtük. Nincs spanyol egyenlítés. Bordás és Hátra között igen könnyen sétált be. Kéri az első idejét, 20 perc után, 12-11-nél. Elmondta, hogy több Viről hegyire végignézte már a világbajnoki mérkőzéseinket, kielemezte, próbálta a fejlődési irányokat kijelölni, és egy bő hónapja, talán másfél hónapja is most már erre a spanyol válogatottra készíti a csapatot. Most visszahoztuk bal kézzel Kulberket itt oda jobb átlövőbe, mert kereszteket szeretne látni a kapitány a csapattól, az pedig azért onnan jobban meg lehet bal kézzel oldani. És viszont nem volt összhang, szinte összefutott. Igen, Zácsik Szandra nem ment kereszt. Bordás zárna. Árkosz fellép, elkapja Kluivert. Vámos. Zácsik. Jó lövés. Zácsik Szandra gólyaiért azért Bordás Réka is megdolgozik, ám nagyon szépen csinálja neki a,
a helyet. Megrohantak a spanyolok gyors középből, de Hernándezen már nem először fog ki Janurik. Arderius rakta be a beálló kezébe. Vámos. Technikai hiba. López megy. És Zácsik szépen. Az igen, úgy futott vissza, hogy tartotta a lépést a szélsővel. És még talán azon is lehet vitatkozni, hogy nem szerzette szabályosan. Így van, így van. Hát volt ott egy kis készfogó, meg messzfogó. Espinola. Jó, Schatzl. De nem a miénk. Lépett talán labdaszerzés közben, vagy mi lehetett? Ez lehetett. Schatzl megint. Miénk? Most már jól védekezett. Előbb belenyúl kézzel, aztán ütközik testtel. Mindent megtett, amit lehet. Gaszkó nem is tudta ellőni jól. Megint lehet plusz három. De már nem bordással. Helembay jön vissza. Látványosan, de jól játszott Bordás Vékonyom, sokat segített a társainak. Igen, azért lehet... azokhoz, hogy Zácsikot be tudjon törni, igen, besétálni, vagy el tudja lőni így, ahhoz kell a beálló segítsége is. 14-11, két Zácsikul, most a fordult állal. Espinola dobja ki, már nem volt szabad bántani Gaszkót. A spanyolok újonca, Vara Gaszkó, az Elche 21 esztendős szélsője. Na, és Kácsor Gréta is a pályán, szép lassan itt az egész. Mindenkire sor kerül, újbenre például. Gyönyörűen hitette el, hogy első szándékból akar lőni. Még jobban megnyílt előtte a fal. Nem reagálnak jól a spanyolok a második szándékú befejezéseinkre, úgyhogy ezeket erőltetni kell. Meg a labdaszerzést a bejátszásnál. De aztán visszaadjuk, jaj! Gaszkó, Espinola, és ők lőnek gólt belőle, ahelyett, hogy mi szereztünk volna egy könnyűt. Hát azért nagy kár volt, mert nagyon szép labdaszerzés volt ott a beálló körül. A beálló körüli védekezést ezt egészen jól, sőt, nagyon jól megoldjuk ezen a mai meccsen. Itt is volt hiányérzet azért a VB-n, hogy ez mindenképp előrelépés. Kucora megint bent. Egy kis áttekintés, de hogy mennyivel nehezebb fiatalként, újoncként irányító poszton bemutatkozni, mint más poszton. Hát az irányító ugye nagyon speciális, azért azt el kell, hogy fogadják a társak, hogy ő a pályán a teljes jogkörrel rendelkezik ugye az edzővel szoros együttműködésben. Hogyha ez viszont megvan, és a társak partnerek ebben, akkor azt hiszem ugyanolyan egyébként, mint a többi poszton. Hihetetlenül izgalmas és nagyon nagy dolog. Úgyhogy amellett, hogy itt a kezdeti izgalmakon túl kell esni, most ugye ráadásul saját csapattársaival van fönt Kucora Csenge egy sorban, úgyhogy ez talán könnyebbség neki. Helembay váltott jó ritmust, és kiharcol egy hetest. Szóval izgalmas dolog mindenképpen irányítóként is, meg más poszton is. Hát ott azért kézbe kell venni a csapatot, és néha keményebben kell egy picit dirigálni a többieket, hiába, hogy akár mondjuk még 10 évvel is idősebbek nála. Én nem hiszem, hogy ő nagyon zavarban lesz ettől. Meglátjuk, reméljük, hogy sikerül.
sikerül ma a gólt lőnie. Kluivert szerzi meg hetesből a negyedik gólját. Castellanos csapta be húzott lövéssel. 16-13. Amikor 3,5 perc van még hátra a szünetig. Nardériusz kapott szabad dobást. Espinola. Marcos előbb elég csúnyán mellé durrantott, és Janurik vetődik érte, hogy ne legyen sarokdobás. Jó a védekezésünk. Kácsor. Kucora. Jól lövi ki a szélre. Sacl kapufa. Legalább a kipattan a miénk. Sok helyzet maradt még ki a szélről, ez most egy ilyen, de második esélyünk van. Kácsor. Kucora. Castellanos kapufa segítségével. Echeverría. Kucora. Remek. Remekül védekezett. Annak idején ebben a bizonyos junior Európa bajnok csapatban úgy került az All-Star-ba a győri EB-n végén, hogy a legjobb védekező játékosként ellenbai lő egy kapufát. Az utolsó 3 lövésük 3 kapufát hozott. Bőven meg volt az esély a plusz 4-re. Nagyon szép akciók, tehát nagyon jól kijátszuk helyzetig. Ott egy pici hiányzik a végén, mert mennyivel jobban állnánk, hogyha ezek most bemennek. Így bizony. Kicsivel állhatunk jobban, hiszen 1-40 hátra van. Nardériusz a sarokba, a Botasz kint. Marcos. Szabad dobás nekik. Visszatérve a debütálásra, képzeld, én itt debütáltam Tatabányán 2000-ben, és akkor volt az utolsó női válogatott mérkőzés, úgyhogy 22 éve most már, úgyhogy épp ideje volt, hogy újra itt fellépjen a magyar női kézilabda válogatott. Úgyhogy nagy ünnep ez a városnak is, majd itt ez a sportcsarnok is. Nagy öröm, hogy ilyen helyszínt tud otthont adni egy ilyen jó kis mérkőzésnek. És én rettenetesen izgultam. Főleg így, hogy itt van, igen. Milyen kalapda? Kácsor még tovább. És arra emlékszel, hogy mi lett a végeredmény? Hát Szlovákiával játszottunk, és azt hiszem, hogy döntetlen lett, ami nem volt egy túl jó eredmény, de én, ez csak egy barátságos meccs volt egyébként. Én akkor nem nagyon tudtam ezzel foglalkozni, mert mondom, nagyon-nagyon izgultam azon a meccsen. Úgyhogy nem volt olyan jó rögtön az első, de hát aztán utána szerencsére jobban sikerültek a meccsek. Kluivert lövését is védi Castellanos. Az utolsó néhány percben azért nincs szerencsénk a lövésekkel. Espinola. Marcos még leteszi. És kapufa az ejtés Soledad López-től. Nem fogunk felérni. Kapura kell lőni. Kucora még előtte. Így érkezünk el az első félidő végéhez. 16-13. Szinte végig vezet a magyar válogatott, ami nem játszik hibátlanul, de összességében jó teljesítmény. Igen, és azt várom én, meg szerintem sokan, meg a kapitány is, hogy akkor most már, hogyha így állunk, és egyébként jól játszunk, akkor tegyünk közé többet, és akkor lépjünk még egy fokozattal magasabbra, vagy kapcsoljunk még egy fokozattal magasabbra, és akkor ne 3 legyen közben, hanem legyen egy magabiztos vezetés, és aztán a végén egy magabiztos győzelme, benne van egyébként ez is ebben a meccsben, de hogyha itt nagyon közel tartjuk magunkhoz őket, akkor akár
még itt izgalmak is lehetnek a végén. Úgyhogy én azt várom, hogy egy picit még felkeményedni, és olyan ellentmondást nem tűrően kijönni erre a második félidőre. Igen, benne lehetett volna itt, ha jobban használjuk ki az utolsó helyzeteinket, háromnál nagyobb különbség is, de egyelőre 16-13, nem sokára folytatjuk. Jön a folytatás a második félidő Varga Ákosékkal. Olyannyira, hogy a spanyolok már hozzák is a labdát. Az első támadás az övék, 16-13-as magyar vezetésnél. Marcos passzol úgy, hogy azt Vámos szépen lehalásza. Kicsit dadog a labda, de végül csak megvan. Úgyhogy... Most kezdődött, mert Csanyi Vax van rajta, hogy még megállt ott a pályán. No hát akkor egy jó védekezés után egy jó támadás, és megvan megint az a plusz 4. Ami az eddig legnagyobb különbség volt. Lukács dobja el, és megint megáll. Passzívig játszunk, Vámos. Lara González faltól. A két csapat az olimpián találkozott egymással utoljára, akkor is hárommal vezettük az első félidőt követően 14-11-re. Ez a három gólos különbség most is megvan, de valóban, ahogy elhangzott, lehetne még egy kicsit több is. Remek labdaszerzés újfent, Hornyák, de vissza is adjuk. Hú, mennyi hiba itt a második félidő elején. Hát nagyon szépen két labdát is szereztünk, tehát a tervünk az, vagy azaz bevált, azaz meg vagyunk, csak a befejezéssel volt probléma. Játékosok is érzik egyébként szerintem, ami a stúdióban is elhangzott, meg amit mi is itt feszegettünk, hogy több van ebben a meccsben, hogy lehetnek közte több, és gyorsan akkor most hirtelen tegyük mégis közé, érzik, hogy van esélyünk nyerni, van esélyünk akár több góllal is nyerni, picit sürgetjük a támadásokat, de majd remélem mindjárt letisztul ez így mindenki fejében, és akkor higgadtabbak leszünk. González kapja meg a labdát, várja meg a faltot. Ez is passzív már. Fernández kifelé, és Janurik lába között pattintja be a második félidő első gólját, 16-14. Alicia Fernández második gólja. Kár volt azért, mert ez egy nem egy jól kidolgozott helyzet volt. A labda nem tetszik nekünk, úgyhogy cserélünk is. Hát, extrém sok Vax került rá, úgy látszik, ahogy láthattuk is több alkalommal. Ez talán magyaráz néhány hibát itt az első pár perc rontásai közül. Vámos. Zácsik. Bordás elmozdul. Kluiber szerencsével kerül hozzá, de nagyon szép csukló mozdulattal lövi be. Öt gólos. A legeredményesebb ezzel. Ideje González. A leggyorsan jött a spanyol válasz, viszonylag könnyen adtuk. Vannak ilyen furcsa bealvásaink védekezésben. Hát azért vannak az ellenfélnél is nagyon jó játékosok, azt is sok, ez most például egy nagyon jó kis egyéni megmozdulás volt. Ilyen van azért a meccsen. Lőber hagyta el a labdát, Fernández ki a szélre, López visszahúzza. Ezért már sokkal nagyobb kár. Felhozza 17-16-ra a spanyolokat. Cseveria még visszahúzni se hagyta magát. A
Bámos. Rossz bejátszás, nem volt jó pozícióban Bordás. Kávort megkockáztatni. Mireia González. Fernández. Egy az egyben. Megállítottuk. Hát nem kezdődik jól a második félidő. 5 perc alatt egyetlen gólt lőttük, számos hibát elkövettük, és kiegyenlített Spanyolország. Igen, ez a sok hiba, ez nem fog beleférni. Hát bízunk benne, hogy lehiggadnak itt a kedélyek. Marcos. Fernández. Valóban a csapat helyett is fölteszi a kezét. Passzívnál már a spanyolok. Fernández. López ugrik be. És nem akármilyen gólt lő, jobb lábból, jobb lábról ugrott be, és jobb kézzel, nehéz szögből kapufás gól. Kluiber nem tud válaszolni. 17-17-nél a spanyolok lelőzetésért jönnek. Nincs belemenés. Bent ragadtunk az öltözőben. Bent. A sok hiba azért az meg tudja béníteni a csapatot, meg el is tudja bizonytalanítani. Tehát akkor azért meg tud remegni a kész, hogyha ennyi sok hiba történik, és 6 perc telt el összesen a második félidőből. Kb. Annyi volt összesen, mint az első félidőben összesen, úgyhogy ezen feltétlenül változtatni kell. Itt jobb oldalt van keresnivalónk, azért az látszik, Kluber Kettinek itt elég sok helye van, szépen meg is húzzuk neki. Zácsik. Vagy így, de ezt kicsit erőszakosabban kellett volna, és akkor 7 méteres maradták volna. Nem tudtuk magunkat kikaparni abból a gödörből, ami az első félidő végén ott a kihagyott helyzetekkel eljött. Kluiber, Zácsik, gól! Na, ez most nagyon kellett. Keresztek, és Zácsik 9 méterről visszahúzza. Azzal azért általában jól járunk, hogyha előkészítünk Zácsik Szandrának az első fél időben is, láthattuk többször, meg most is, hogyha pontosak azok az előkészítések, pláne hogyha ketten is tudnak, tehát egy olyan figurát játszunk, amiben ketten is azon munkálkodnak, hogy gólt lőjön végül, akkor ő azért azokat nagyon szépen megoldja. Kiváló ez pedig védekezés. Egy remek védekezés volt. Lukács tovább megy. De csak eddig. Evett a lendületét, hogy azt hitte egy pillanatra, hogy talán belemenést fognak ítélni ellene. Az ütközés várra vette őt González. Most jól jön a szurkolók segítsége is. Ebben a periódusban Kluibernek hagyjuk ott a labdát. Zácsik megint, megint szép előkészítés, megint egy jó lövés. Szépen zárnak neki. Ez a, egyébként ez egy végig klasszikus játékelem, amikor dupla zárást kap egy átlövő. Elég ritkán használják a csapatok. Én nagyon örülök, hogy mi ezt elővettük újra. És hogy ha már van ilyen képességű átlövőnk, hát akkor miért is ne használnánk ki? Nagyon jól készítünk neki most elő. Jól használjuk ki, hiszen már 10 lövést tudott elengedni ezen a meccsen Zácsik. Igaz, nem mind átlövés volt. Marcos. Cesáreo. Már most nem bánik kesztyűs kézzel, Mireia González-zel 7-es. Detti, mennyire kellemetlen, mennyire nehéz az, amikor egy ilyen jó masszív belső védőn egy ilyen spanyol játékos, aki kicsi, mélyen a súlypontja, villámgyorsan, pördül, fordul jobbra-balra, egyegyezik. Hát nagyon nehéz ellene védekezni, azért mondjuk ezt láthattuk ugye a férfi elvén is, hogy a pici villámgyors irányítókkal több csapatnak is meggyűlt a baja. Fernández azért annyira nem alacsony, tehát ő egy ilyen jó átlagos méretű irányítójátékos, viszont villámgyors a lába, úgyhogy... Szeverei! Nagyon
szerződés volt, és nagyon jókor. Úgyhogy nem az lenne a cél, hogy őt egyezetben megtartsuk, mert ez nem fog menni, hanem úgy kell megszervezni a védekezést, hogy ő ne tudjon egyedül maradni ott középen egy védővel. Eldől balra Arkos, de leköveti Szemerei. És nagyon szépen lebont. Védett hetes az első a mérkőzésen. Vámos gólt lő belőtte. Megráztuk magunkat 17-17-nél, és megint három ide. Megnyitották a védekezésüket a spanyolok. És ez nagyon fontos volt, hogy erre jól reagáljunk, mert nekik ez egy óriási fegyverük, és fontos lenne, hogy ne higgyék el, hogy ezzel minket bajba tudnak sodorni. Úgyhogy ez egy különösen fontos egyéni akció volt Vámos Petrától. Bordás újabb jó védekezése. Arkos. Fernández. Ez meg egy belemenés, így van. Zácsikál Arkos elé. Vámos. Még rendezetlenek. Kluiber. Zácsik cselez vissza. Jó a passz. Bordás. Nincs semmi. Most így nagyon nagyvonalúan ítélték meg ezt a támadásunkat. Pedig jó kis támadás volt, több volt ebben. Már biztos, hogy nem volt teljesen a mozdulatainak ura Bordás. Most viszont a labdának ura, hiszen megint megszerzi. Lukács Robog. És 21-17 ide. 4-0-ás periódus produkál a magyar csapat. Rosszul sikerült 10 perc után az első félidő végén és a második elején, azért szenvedtünk. Most viszont jól játszunk, egymás után szerezzük a labdákat, van kapusvédés, és gólokkal húzunk el. Re vertük a spanyolokat az olimpián, az egy kulcsfontosságú mérkőzés volt, később ugye a továbbjutás kapcsán, mert egymás elleni eredménnyel jutottunk tovább, másrészt meg azért is, mert mi akkor három vereségből jöttünk, ők meg az első három meccsükből kettőt megnyertek, közte a későbbi olimpiai bajnok franciákat is legyőzve. De hát azóta azért már mind a két csapat változott valamennyit. És most ez a hullámhegy, amire ráültünk, ez jó lenne, hogy minél tovább kitartana, nem törné meg ez a spanyol időkérés. Egy elég hektikus csapat a spanyol, mindig is az volt amúgy régebben is, hogy ők egy tornán belül is, meg egy meccsen belül is tudnak óriási hullámhegyeket, meg völgyeket produkálni. Mindig van egy-két nagyon nagy bravúrjuk, aztán pedig meglepő vereségeik. Nagyon fontos ülés volt, reméljük, most már ezen a meccsen nem találnak többet magukra. Januri Kinga újabb bravúrja, Arderius kísérleténél, Kluiber lő belőle gólt, 22-17-re vezetünk, most már 5 a legnagyobb különbség. Nyolc lövés, 6 gól, Kluiber. Tokióban is 6-ot lőtt a spanyolok ellen. Fernández, Arkos, Arderius, kicsit dadog. Fernández passzívnál, Arkos, Vámoshoz ment oda. Vámos Petra kap 2 percet. Igen, dobálja magát, most már egy ideje próbálta kiharcolni ezt a 2 percet most. Célt ért. Persze nyilván meg is faltolták, de azért szépen hátra hajtotta a fejét. Ezeknek az ítéleteknek a megkönnyítését segíti egy ilyen lófarok, amit Arkos hord. Igen. Fernández.
Marcos. Hosszú idő után lőnek újra gólt. A hosszú spanyol gólcsende. 6 vagy 7 perccel telt 17-17 és 22-18 között. Kucora megint. Az első góljával még várat minket. Kluiber. Zácsik. Kucora. Ott van. Eddig kellett várni. Nagyszerű egyéni villanás. Fernández előtt folyosó, 7-es. Későn csuktuk be a kaput. És egy olyan gól volt, amire, mármint Kucora csengéje, amire ugye nem erre számított a spanyol védelem. Nagyon szépen egy átadó csellel elküldte a védőket egy másik irányba, és az utolsó pillanatban tudott irányt változtatni. Szépen csinálta. Ő abszolút benne van a játékában az ilyen váratlan a megoldások. Gutiérrez. Lövében, meg ezen a meccsen főleg a belőtt hetesek vannak benne. Szemelei most nem érezte. De ezen a két mérkőzésen, most és szombaton a spanyolok ellen, akár a csoport elsőség kérdése is eldőlhet. Hiszen a másik két csapatnak, Portugáliának és Szlovákiának még nincs is pontja. És ugye lehet, hogy azért ez a két együttesünket majd oda-vissza meg tudja verni. Márton fejezi be a szélről nagyon szépen megint. És majd a novemberi Európa-bajnokság sorsolásánál nem lesz teljesen mindegy, hogy valaki csoport elsőként vagy csoport másodikként jutott ki az EB-re. Kiegészültünk, Kornyák pedig, ahogy visszafutott, kapott is egy labdát a spanyoloktól. Ott jön, és játékba hozzák. Ez nem még Márton gólja. Visszahúzott, pattintott. Hátra Noémi, reméljük, figyelte a padról, hogy átlövésből azért a mai napon bőven van keresnivalónk, és tőle is látunk egy-két szép ilyen megoldást. Zácsik helyére bal átlövőbe érkezett meg, Kluiber üti még le, erre már számítottak. És Kluiber most le is marad. Tardérius, Fernández, Marcos. Megoldottuk. Egy kis zavar a védekezésben, nem tudtunk cselérni, és nem találjuk, ki melyik pozícióban kellene, hogy védekezzen, de most már talán megvan. Kucora. Marcos. Sok lépés, már közbe sípoltak. Azért azzal, hogy sok labdát szereztünk a mai meccsen, azért nem olyan bátran járatják a spanyolok sem a labdát. Mindig van egy pici ütem, csúszás benne. Nem, viszont egy jó passz a szélre, és egy óriási gól. Gutiérrez. Na, hát ez most egy jó ütemű passz volt, sajnos, ezt most láthattuk. Szó, ami szó, ezt bevarta. 6 lövés, 6 gól Gutiérrez, ő a legjobb spanyol. Helembai. Kucora. Háfra. Kucora. Blokkolják. És nem tudja összeszedni Márton. Sajnos volt esélyünk a 25-19-re, de ehelyett most ők jönnek megint. Zsárkóz gólt lő. 3 gólra egy pillanat alatt gyorsan visszakapaszkodik Spanyolország. 6-nál talán lerázhattuk volna őket, de 6 nem sikerült.
mindenki! Szombaton a szalamankai mérkőzést is megmutatjuk önöknek, kedves nézők. Akkor 20 órától közvetítjük a két csapat spanyolországi meccsét. Vámos nagyon jön befelé. Nagyon szépen indult el labda nélkül. Háfra eladja félfaltból. Ezt pedig már lefújják. Arderius. Említetted, hogy a spanyolok hajlamosak ezekre a hullámzásokra, sajnos mi is felültünk most egy ilyen hullámra. Igen, azért az ránk is jellemző, ezt hozzá kell tenni ahhoz az előző gondolatmenethez. Nem kérdés, de ez most egy spanyol technikai hiba. Vámos. Későn fújják le, de legalább lefújják. Törölni is kell. Manuel Álvarez, megbízott edző. Elég hamar lecserélte Silvia Navarrot Castellanos, és ő azért fog labdákat, még ha nem is extrém jó százalékkal. Igen, de hozzá tud tenni a meccshez többet, mint Navarro. Lukács viszi be Castellanos. Na, jókor mondtam. Igen. Arcos. Fernández. 7 méteres. De jó lenne megint egy védés. Jön is Szemerei. Arcosnak védte a hetesét. Jennifer Gutierrez még nem hibázott. Most sem. Elég magabiztosan az egyenes fölsőbe. Széről is, meg hetesből is nagyon magabiztosan értékesíti a helyzeteit. 7 lövés, 7 gól. Sajnos ő ma kiválóan játszik, igen. Bordás. Rüber. Háfra. Visszakapja, fordulnia kell. Háfra megy. Gól! Második szándékból egy lövőcselt bemutatva. Üresen hagyjuk a spanyol beállót, Hernández elflegmáskodja. Lecseveria vissza középre, Hernández másodszorra. Most egy kicsit szétestük vérekezésbe, Janurik le is tolja a többieket. Hernández eddig kihagyta a helyzeteit, most másodszorra már azért belőtte az első gólját, és így 10 perccel a vége előtt 25-23, sajnos újra neki kell veselkednünk. Többször nézett úgy ki, hogy ezt a meccset igen, már lassan-lassan megnyerjük, aztán megint itt vagyunk. Kezdhetjük előről. Háfra, eladja. Gutierrez bevarja. Egyetlen gól maradt az előny. Ja, amikor Háfra Noémiában próbáltunk egy másik fajta játékot játszani, mint Zárcsik Szandrával láthattuk, próbáltunk jobban arra appellálni, hogy gyorsabb lábú játékosok vannak fent, és nem az átlövésre koncentráltunk. Ugye egyet lőtt a Noémi, az gól is lett, és szerintem neki is lehetett volna azokat az előkészítéseket egy kicsit jobban erőltetni, vagy többször csinálni, és akkor eredményesebb lett volna. De ez a visszacsere, ez most pillanatnyilag szerintem jó döntésnek bizonyulhat, legalábbis nagyon remélem, hogy az lesz. Kellene egy-két magabiztos gól. Vámos! Ő meglövi az egyiket.
Nem. Nincs gól. Marad a 25-24. Időt kértünk már. Jó ütemű ez az időkérés, így egy gólunk oda, de erre pont rá szerettem volna kérdezni, hogy Háfrának miért nem mentek ugyanúgy ezek az előkészítések, ez akkor egy tudatos döntés volt, hogy vele másképp játszunk? Más volt, őt próbáltuk középen, ahogy a spanyolok mondjuk felrendezni csinálják, ott hagyni a védőkkel, hogy ő azt majd megoldja. Egyszer sikerült is neki, de az a klasszikus kettőzárás, amiről beszéltünk, az nála nem volt meg. Természetesen ez tudatos, tehát más típusú a két átlövő. Vámos ezen lövése már nem pontos. Még megint csak ott vagyunk, hogy utolérhetnek minket a spanyolok. Hát nem véletlenül becézik Guerrerasnak, harcosoknak ezt a spanyol csapatot. Visszakapaszkodtak egy rossz első fél idő után, és most visszakapaszkodhatnak. Egy nagyon rossz szakasz után a második fél időben, amikor négyel húztunk el és hagytuk őket faképnél. Bordás szerezne labdát. Faltosan. Marcos Fernández Hornyákon. Marcos kifelé bújik be, és kihagyja a miénk. Az, hogy pánikba essen egy spanyol csapat, most a női kézilabdázókról beszélek, az azért nagyon ritkán fogjuk megélni. Tehát ők nem az a típusú, nem azok a személyiségek, akik nagyon bepánikolnának, bármi is legyen az ellenfél. Az, hogy elkedvetlenednek, az viszont már inkább jellemző rájuk, hogyha érzik az ellenféltől a nyomást, és ezért kár, hogy nem tudtunk rájuk még sokkal nagyobb nyomást helyezni. Elkedvetleníteni ma viszont nem tudtuk őket. Zácsiklőd gólt, és nem tudnak válaszolni a spanyolok, a labda pedig a miénk. Ezekből most megint jól jöttünk ki. Mert reklamálnak is a spanyolok, ezt most nagyon jól megkaptuk. Itt ez egy nagyon rossz lövés volt. Itt Vámos lehet, hogy beborította kicsit Arderiust. Zácsik. Vámos vissza. Nem volt jó ötlet ez a bejátszás. Na, most próbáljuk azt, hogy egy befutóval két beállóra berendeződni. Kluiber alulról! Nem érdekelt, hogy ő rendeződtünk. Arderius a másik oldalon. De ne adjuk már ilyen olcsón utána. Igen, túl hamar érkeznek a válaszok. Fantasztikus villanás, hogy még vissza is húzza Kluiber. Ő is Zácsik is 7-7 gólnál. Vámos. Kluiber. Zácsik, bejátszás, Bordás! Megvan? Nincs meg. Nagy nehezen végre helyzetbe kerül Bordás, és nem tud vele élni. És ez egy ilyen játék. Ha mi kihagyjuk, ők belövik. Hát itt meg lehetett volna ez a kipattanó. Mégsem lett meg. Micheveri előtt a 26. spanyol volt. Márton vissza. Castellanos.
Ez nem volt igazán előkészített lövés. Nem, a szög sem volt túl jó. Öt percen belül vagyunk. Hernández. Most nem tudtuk megszerezni. Pedig nagyon jól reagálunk ezekre a helyzetekre, ott vagyunk fejben, lefüleljük egy pillanat alatt, megszerezzük a labdát, nem tudjuk mindet gólra váltani, most ezt mondjuk pont visszafújták, de amit elengednek, abból sem sikerült mindegyiket gyors góllal befejezni. Talán ebben lehet egy kis hiányérzetünk. Arderius, Marcos, Fernández. Ezt is megadják. Egy picit Arcos is útban volt Fernándeznek, de úgy tudott visszavágni kettes mellett befelé, hogy egy hetesre jó legyen. Na hát akkor most hibázhatna egyen. Nem teszi meg. Gutierrez. 27-27. 9 lövés, 9 gól a mezőny legeredményesebbjétől. Zácsik bejön irányítóba, és Kácsor a balát lövő. Érdekes felállást láthatunk. 4 perccel a meccs vége előtt. Zácsik, Lujber. Itt sokan. Hordás túloldalra húzza a védőjét. Zácsik, Lujber, Kácsor, ott a helyzet, kapufa, kipattanó, Lukács viszi vissza, gól! Micsoda gólpassz Kácsor Grétától. Addig keveredtünk, addig kavarodtunk, hogy Kácsor Grétának egy viszonylag jó helyzete volt, de azért eléggé ki volt szorítva szélen. Hát szerencsénk volt, de megdolgoztunk érte, hogy szerencsénk legyen. Ez egy elég bevállalós felállás és támadás volt így ebben a formájában. Pláne ilyen éles helyzetben a meccs végjátékában. Fernández, nem tudjuk megállítani. Most erre későn reagáltunk, mint eddig, mert ezt most nem lehetett látni, hogy oda fog menni a befejezés. És egy nagyon egyértelmű zárást csináltak ott a kettes védőnkön. Márton, őt megint befuttatjuk. Bordást kivittük oda bal oldalra. Szabad dobás és időkérés. 27 perc és 24 másodperc telt el a második fél időből, magyar időkérésen Team 1600. Itt találjuk magukat egy éles végjátékban. Amit talán elkerülhettünk volna, de hogyha a végén nyerünk, akkor erre már nem biztos, hogy emlékezni fogunk. Úgyhogy most kell odafigyelni és észnél lenni. Kácsor megy a kapu felé. De akkor menjen végig, így van. Károly belefújt a... Lesült egy kicsit. Zácsik, Márton, megint azt az oldalt nyitjuk meg, Lujber, Kácsor, Lujber, blokkolják a spanyolok,
rávetődnek a labdára. Echeverría pedig fordít. Nincs meg a hely ebből a szélső befutóból. Nem látom, hogy hol gondoljuk befejezni, mert ez most nagyon jó védekezi a spanyol csapat. Váltanunk kellene valamilyen új figurára, mert ez most már 5-6-szor nem vezet eredményre. 100 másodpercen belül. Cserepal, ezt hallhattuk a végén az időkérésnek. Kluiber. Zácsik kapja meg. Cesáreo megfogja. Zácsik. Újabb sípszó. Talán a meccs legelején, ha vezettek a spanyolok. De lehet, hogy még akkor sem. Na, hogy majd a legvégén vezessenek. Kastív is van. Kluiber cselez visszafelé. Újabb szabad dobás. Egy percen belül. Zácsik. És elveszik tőlünk a labdát. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenképpen ki kell most ezt védekezni. Hogy bármire legyen esély. Hát nyerni lehet, hogy már nem lesz esély. Kijövünk egy 5-1-jel. Fernández. Időt kér a spanyol válogatott is. 25 másodperc maradt, és talán még nem volt fenn a kéz, ugye? Nem, nem. Hát lehet, hogy ezt végig játszhatják. Na, nagyon dühítő, hogy pont marad ebben a mérkőzésben, mert egy már szinte biztos, hogy marad, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt, és magunknak tettük nehézzé, és lehet, hogy magunknak veszítjük el. Nagyon bosszantó, tényleg, nem is nagyon tudok most mit mondani, mert voltak a periódus ilyen meccsek, ahol kimondottan jól játszottunk, és megérdemeltük volna a győzelmet. Itt a végét szúrtuk el nagyon, ezt az utolsó, nem is tudom, talán 6-7 percet, amikor hagytuk őket magukra találni, és szórakoztuk a befejezéseket. És ezt sem tudtuk kivédeni. Hernández lövi be a 30-at, és ezzel Spanyolország megnyeri ezt a mérkőzést. Zácsik lövését még védi Castellanos. Úgyhogy 30-28 a végeredmény a spanyolok javára. A meccs nagy részében mi vezettünk, olyan időszakok is voltak, amikor lerázhattuk volna őket 5-tel, 6-tal, és talán ott eldönthető lett volna ez a találkozó, de nem így történt. Visszakapaszkodtak a spanyolok, és ebben a felállásban is nyerni tudnak itt Magyarországon. Így elviszik a két pontot. Ez számunkra nagy csalódás, de ti volt olyan, amikor jól nézett ki a védekezés, volt olyan, amikor jól ment a lerohanás, máskor jól ment a támadójáték, de talán együtt az egész, csak periódusokban. Igen, de legalább már külön-külön megvolt, tehát ennyiben mindenképp előre láthatunk előrelépést. Nagyon kár ezért a vereségé, mert ha valami nem volt benne ebben a meccsben, akkor az, hogy kikapjunk, tehát ez így valahogy egy szoros győzelemben mindenképpen reménykedtünk. Szerintem a spanyolokat is megleptük azzal, hogy adtunk nekik esélyt a győzelemre, vagy a feltámadás. Nagyon boldogok, hogy sikerüljön elvinniük két pontot, mert tehát azért nem a legerősebb felállásukban szerepeltek, és ma egy nagyon verhető arcukat láttuk ennek a spanyol csapatnak. De mondom, nagyon sok szép dolgot láttunk a mieinktől, rettenetesen kár azért a végjátékért, ezért az utolsó néhány percért, mert mondom, ez nem volt benne a meccsben. Nagyon csalódott magyar arcok, hiszen tényleg volt olyan, amikor tényleg jól nézett ki, amit csinál ez a csapat, de ez a csapat még nincs kész egy mérkőzésre sem, nemhogy egy egész tornára, úgyhogy sok munka vár még ezekre az ifjú hölgyekre és Golovin Vladimir stábjára. A közeljövőben például egy spanyolországi utazás és szombaton Salamancában ugyanezekkel a hispánokkal egy újabb találkozó. Egyelőre ennyit a helyszínről.
A végeredmény Magyarország-Spanyolország 28-30, értékelés és elemzés következik még.